Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, a fájlok takarításáról, a gép karbantartásáról és egy kis magánéleti dologról fogunk beszélgetni. Nem az én magánéletemet szeretném megvédeni, hanem esetleg tippeket, gondolatokat megosztani arra, hogy hogyan kéne a te saját magánéletedet egy kicsit jobban megvédeni, mint ahogy eddig tetted. Erre az a program alkalmatos lesz. Miért kell takarítani? Azért kell takarítani, mert felesleges állományok felgyűlnek a gépeden, és azokat jobb eltüntetni. Ezek jellemzően egy ideiglenes állományok, amit valamilyen program létrehozott, és már nincs rá szükséged. Miért? Hogy több helyed legyen. Érdekességként elmondom, egy hónappal ezelőtt futtattam le ugyanezt a programot, és most a videó előtt lefuttattam egy nappal az állományokra az alapbeállítást, amit ti igazából látni fogtok, és 5 gigányi anyagot, 5 gigányi, azaz egy DVD-nyi anyagot eltüntetett a gépemről, ennyi helyet felszabadított. Miért kell ehhez külön program? Mert sok programban ott van a saját törlési lehetőség, itt-ott különböző menüpontokban, különböző ikonok alatt megtalálod ezeknek az állományoknak a törlési lehetőségeit, de sokban nincs. Azaz, amiben nincs, avval nem tudod te megtenni. Amiben meg ott van, ha 8-10-15 olyan program van, majd meglátjátok, amit ez alapból kezel, és azokat egyesével végignézegetni, hol van a beállítás, a törlési beállítás, hol tudod azokat a funkciókat elérni, amivel az ideiglenes vagy már nem kellő fájlokat le tudod törölni, az idő. Ezzel egybe gyorsan le tudod futtatni a törlést. Nem minden programot ismertet, nehogy azt higgyétek, hogy ez egy csodafegyver, de nagyon alkalmatos arra, hogy a nem kívánt fájlokat eltüntesse. A másik gondolat pedig az, hogy sok program nem rak rendet maga után, létrehoz ideiglenes állományokat itt-ott, jó esetben a megfelelő könyvtárokba, és azokat ildomos lenne eltörölgetni. Miért? Mert ezek az ideiglenes állományok megmaradnak. Ha megmarad egy idő után rengeteg olyan helyet elfoglal, ami számodra fontosabb lenne. Egy átlagos gépről rengeteg olyan adatot le tudsz töröltetni, olyan dolgot, olyan ideiglenes állományt, olyan felesleges dolgot, amit a program, hát bizony, nem fog maga után letörölni, mert biztos, ami biztos jobb, hogyha megvan, és senki nem kritizál engem akkor, hogyha bizony azokat megtartom, de helyet foglalnak, nincs számodra létfontosságú, vagy egyáltalán semmilyen jelentősége. Azaz, érdemes időnként takarítani a gépeden. Tudom, hogy a mai minimum 120 gigás SSD-ken bizony azért teljesen mintha, hogy 1, 2, 3, 4, 5 gigabájtnyi anyagnak van helye, ami nem kell és amúgy se, de azért igazándiból erre azért oda kéne figyelni, mert egy idő után bizony ezek fel tudnak annyira gyűlni, hogy 10, 15, 20, 30, 40 gigabájtnyi anyagot is bizony le tud törölni ez a program, hogyha nem tartott karban azt az adott lemezt. Miért? A miértnek a másik fele a magánélet. Azaz, nem azért beszélek erről, mert a CIA, az NSI vagy akár az andorjángyik emberek figyelnek. Természetesen nem hiszem én azt, hogy az andorjángyik emberek engem figyelnek, és azokat az adatokat, amiket én elfogok ezzel a programmal tüntetni véglegesen, azok az állományok, amik véglegesen fogom törölni, azokat ők rettegve leszedik, hogy nehogy én ellenük összeesküvést szőjek. Egyértelmű. Azt hiszem ez egy paranoid dolog, hogy a gyik emberek figyelnek meg. Az, hogy a hárombetűs, négybetűs, rövidítésű cégek, állami vállalkozások, vagy esetleg állami szervek figyelik az embert, azt mindenki utána tud olvasni a interneten, különböző fórumokon, akinek van kedve, és egy picit tud angolul, a Patrióta törvényt olvas el, milyen jogosultsága van a 9-11 után az állami szerveknek arra, hogy valakit valahogy megfigyeljen. Érdemes. És ez a fejlett nyugat. Koreáról, mármint az Észak-Koreáról, mert természetesen csak ők csinálnak ilyet, legalábbis sokak elgondolása szerint meg a csúnya Kína csinál ilyet, azért bizony érdemes elgondolkodni, hogy kikit, hogyan és miképp figyelhet meg egy esetlegesen kevésbé demokratikus országban. És nem is azért kell erre odafigyelni, mert a környezeted a kukádba fog turkálni és megnézni a kitörölt állományaidat. Persze, hogy nem. Én nem hiszem, hogy aki hozzáfér fizikálisan a gépemhez, az a kukát nézegető, hogy milyen
filmet néztem meg és töröltem ki, vagy milyen félkész állományt töröltem ki, és utána hű, aztán meg fog zsarolni. Nem, nem. Azért kell az adataidra figyelni, azért, mert senkinek semmi köze ahhoz, amit nem te osztasz meg vele. Ennyi, nem kell turragozni, különböző összeesküvés elméleteket szőni, hogy az andorjángyik emberek fogják elszipkázni a te adataidat, vagy az utcán elmenő hacker fogja a te Winchesteredről letölteni a titkos adataidat, mondjuk egy receptet, amivel megcsinálod a holnapi ebédedet, vagy esetlegesen a bevásárló listádat. Nem. Egyszerűen abból kell kiindulni, hogy amit te nem osztasz meg valakivel, mert nem akarod tudatosan megosztani, ahhoz bizony még véletlenül sincs köze, zárjuk le a témát azzal, hogy mindenki azt oszt meg azzal, akivel akar, de azt tudni kell, amit valakivel megosztottam, tehát odaadtam neki, én az adatot birtoklom, de ő is birtokolja, és nem tudom rákényszeríteni normál esetben arra, hogy attól a másodperccel, ahogy én odaadtam neki, vagy olyan lehetőséget nyitottam, hogy ő ezt meg tudja szerezni, hogy azt ő eltörölje, kitörölje, elfelejtse. Ennyi. Senki nem tudja, hogy a másikban, esetleg egy állami szervben, vagy egy magáncégben, vagy a Google-ban, vagy egyéb, a Facebookon, vagy akárhol, azok az adatok kinek, hogyan fognak kikerülni, mit szeretne ő vele csinálni most, vagy a későbbiek során. Nem osztunk meg olyan adatot, amit nem akarunk megosztani. A törlésnek három alapvető lehetősége van, és ezt már emlegettem, a kuka. A legtöbb rendszerben nagyon-nagyon jó dolog, hozzáteszem, nagyon-nagyon jó dolog, ha ésszel használod, van kuka. Ez azt jelenti, hogy ha te megnyomod a törlést, akkor nem eltörlődik az adott fájl visszaállíthatatlanul, hanem átmásolódik egy könyvtárba, amit kukának hívnak, és ez a kuka megtartja az állományokat odáig, ameddig te ezt nem törlöd, vagy a saját beállításai automatikusan nem töröltetik vele. Azaz, visszaállítható, nagyon jó, és ezért van. Ha te valamit kitörölsz, és egy óra, egy nap, egy hét után vissza szeretnéd állítani, mert kell, és rájöttél, hogy véletlenül nyomtad meg azt a szerencsétlen Dell gombot, akkor vissza tudsz szerezni. Nagyon jó. És amiben ez nem jó, hogy mindenki tudja használni. Azaz, ezek az állományok simán bele vannak másolva jó közelítéssel egy könyvtárba, ahol mindenki tudja ezeket nézegetni. Azaz, a törlés, a kukába való áthelyezés nem törlés, csak egy biztonságosabbnak gondolt helyre átrakjuk ezeket az állományokat, és ha majd nem kell, akkor véglegesen tudjuk törölni, de odáig bárki, akár te, akár az, aki leül a géped elé, vissza tudja szerezni azokat az adatokat, hogy ezek mik, teljesen mindegy, nem törlődnek. A következő gondolat a törlés. A törlés úgy működik a legtöbb rendszerben, hogy megnyomod a törlés parancsot, akármilyen rendszerben, ő nem fogja neked ezt teljesen kisikálni a Winchesteredről, az SSD-dről, csak bejelöli azt, hogy ahol ez az állomány van, azt a helyet majd ő bármikor, bárhova és bármire fel tudja használni. Azaz az adat megvan, csak az ő leíró rendszerébe, a kis naplójába, hogy bizony a harmadik fakban nyugodtan rakodhatok, mert az ott lévő dolgok nem kellenek, fel van írva, hogy az üresnek tekinthető, használható. Azaz, vannak olyan programok, amik ezt a bejelölést visszajelölik, és megnézik, hogy bizony abba a fakba azon a részen milyen állomány darabok vagy egy egész állományod van. Ez nagyon jó dolog, hiszen hogyha véletlenül leformáztál, vagy letöröltél egy adott Winchestert, vagy egy programot, erre vannak programok, amik megpróbálják ezeket visszaállítani, amik felül nem írják, tehát abba a fogba újabb dokumentum nem került, odáig erre nagyon nagy esélyed van, hogy részben vagy egészben vissza tudod állítani ezeket az állományokat. Ennek is megvan a jó dolga, hogy nem törli, nem sikálja le azokat az adatokat teljes mértékben, csak átjelöli azt a tárhelyet, azt a fakot arra, hogy te oda majd a későbbiek során írni tudsz, mert visszaállítható, de meg
megvan a hátránya, hogy erre szakosodott programok, vagy erre szakosodott cégek vissza tudják állítani ezt az állományt, és meg tudják nézni azt, hogy te oda mit helyeztél el, vagy mit írtál abba az állományba. És ezek a programok használata, alapprogramokról beszélünk, tehát nem az NSA meg a gyik embereknek a titkos programjaikról, mindenki által elérhetőek és letölthetőek és használhatóak. Miért? Mert nyilvánvalóan jogos elvárás az, hogy egy véletlen törlés után bizony mindenki vissza tudja állítani saját állományait. A sajátot és úgy, hogy akárki vissza tudja állítani, hogyha a Winchesteredet megszerzi fizikálisan. Azon is el kell gondolkodni, hogy egy pendrive-on lévő adat, ami könnyen elveszthető, igaz? Kine hagyott volna el egy pendrive-ot? Én például többet is elhagytam különböző okok miatt, és bizony azon is lehetnek olyan visszaállítható, vagy éppen törletlenül otthagyott, és már nem kellő adatok, amivel más esetleg egy kicsit kíváncsiskodhat. Tehát a törlés funkció nem 100%-ig töröli ki az adatokat, visszaállíthatóak ezek az adatok megfelelő programmal. Figyeljünk rá! Azaz, jobb lenne, hogyha ennél egy kicsit mélyebben eltüntetnénk, lesikálnánk azokat az adatokat véglegesen. Ezt alapesetben a legegyszerűbb módon úgy tudjuk megtenni, hogy bizony azokba a fakkokba, amiket újrafelhasználónak minősített az operációs rendszer, be fogunk rakni új adatokat. Ez nagyon egyszerűen megtehető, a program képes-e. Tehát azok az adatok, amik voltak benne, bejelölendőek lettek, mint újrafelhasználhatónak, és mi újrafelhasználtatjuk ezeket a helyeket nullás adatok, vagy akármilyen értéktelen adatokkal való felülírása. Nagyon jó gondolat, hiszen aki vissza fogja állítani esetlegesen ezeket a fakkokat, megnézni, hogy abba bizony mik vannak, mit lát? Egy használhatatlan adathalmazt, egy vagy random számokat, vagy éppen nullát, vagy éppen akármit, ami értéktelen. Ez új adatokkal írja felül az adott területet, nehezen, vagy sehogy sem visszaállítható. Az, hogy 101%-ig eltüntesse egy adatot, arra nagyon-nagyon kicsi a te lehetőséged, hiszen olyan a Winchester, olyan az SSD szerkezete, hogy nem lehetsz biztos abba, hogy örökre eltűnik, és az Andorian gyik emberek nem tudják a maguk technikájával visszaállítani, de normál ember egy felülírást már nagyon-nagyon-nagyon nehezen, avagy sehogy sem fogja tudni visszaállítani. Azaz a te adataid jó bizonyossággal védve lesznek. Ami fontos, Blaibitch, ez egy nagyon egyszerű... Bleachbit, ezt a programot használom. BB-nek hívom, mert hosszú a neve, meg különben is. A BB nagyon kellemes programocska. Mit tud? Sok program szemetét letakarítja. Azaz az általánosan használt Windows-os vagy Linux-os programoknak a szemetét letakarítja, ilyen például a böngészőknek a gépeden lévő adatállományai, mármint azok, amik már nem kellenek, eltünteti, meg egyéb dolgokat is tud. A lemezterületet vagy fájlokat felül tud írni, megadod a könyvtárat, kitakarítja teljesen, biztonságosan, hogy az a könyvtár egy egész lemez, vagy egy partíció, az már őt nem érdekli. Onnan az adatokat felülírja, és utána visszaállíthatatlan lesz. Ugyanezt meg tudja tenni mondjuk egy fájllal, egy állománnyal, és utána az visszaállíthatatlan lesz normál esetben. És ami fontos, és azért ezzel kezdtem, illetve ezt mutatom be, mert ez egyszerű. Pofon egyszerű. Párbeállítás, és odafigyelve, bepipálgatva az, ami kell, és utána már nincs semmi olyan, ami neked igazából valami gondolatot szülne, tehát nem kell megnézni, hogy éppen ez a szakszó mit jelent, végigmész a beállításokon, és ami nem kell, azokat kipipálod. Számomra fontos, hogy egy ilyen program, illetve ha van lehetőség, a többi programok között is olyat választok, aminek van grafikus felülete, kényelmes, gyors és mindenki által használható, és van
parancsoros felülete, amit parancsorból tudom ugyanazokat a funkciókat elérni, annak pedig az a logikája, hogy jó lenne, hogyha a programok minden egyes részét elérhessem én bizony parancsorból, hogy szkriptesíteni tudok egy-egy feladatot, azaz igazából ezt a programot én nem így szoktam futtatni grafikusan, hanem egyszerűen parancsorból lefuttatom az adott feladatsort az adott beállítással, és utána megteszi. Egyszerű. Tehát van választásod, hogy grafikusan vagy parancsorból szeretnéd ugyanazokat megtenni. Hozzáteszem, a parancsoros egy kicsit odafigyelést kíván, de aki ezt nem szereti, természetesen minden funkciót el tud írni a grafikus felületen. Az első feladat természetesen, mint mindig, telepíteni kell. Ennyi. A te kedves disztribúciódon, amit használsz, 99%, hogy ez a programocska elérhető. Feltelepíted hogyan? Úgy, ahogy a disztribúciódba szokás, akár grafikusan, akár pedig parancsoron keresztül, egyértelműen felrakod. Ennyi. Megvan. Utána el kell indítani. Az elindítás nagyon egyszerű, hiszen grafikusan fogjuk megnézni, hogy mit tud. És megint ismétlem, ez takarító program, ez felülírhat olyan dolgokat is, ha te úgy állítod be, arra adsz neki parancsot, amire neked szükséged van. Azaz minden lépést gondolját. Én gyakorlatilag az alapbeállításokat meg fogom nektek mutatni. Nézzük is meg a programocskát. A program megismerését, mint mindig, úgy kellene elkezdeni, hogy megnézzük a saját honlapját, mit mond ő saját magáról, és mi az, ami információ számunkra fontos. Át kell nézni, természetesen végignézzük, hogy mit tud, nyilvánvalóan elolvasgatja az ember. Megnézzük, melyik programoknak a szemetét tünteti el jó eséllyel, majd utána örömmel konstatáljuk azt a helyzetet, hogy bizony vannak ilyen maszek emberek, lelkes emberek által összeállított takarító fájlok, amiket ebbe be tudsz installálni. Én nem tettem ilyet, hiszen nekem az alapbeállítás bőven-bőven elegendő, de hogyha ide mész, elolvasod a leírást, megnézed, hogy melyik programhoz van még extra beállítási fájl, azokat letöltöd, berakod abba a könyvtárba, amibe kell. A Windows használóknak pedig itt van 2500 plusz beállítási fájl, amit ezzel meg tudja szerezni, és ezzel tudja használni, nem használók Windows, ez bizony számomra érdekten, de aki Windows-t használ, érdemes ezt megnézni. A különböző egyéb dolgokat elolvasod, esetleg letöltögeted, esetleg megnézed róla a videókat, de szerintem ez már túlzás. Azaz, megnéztük, hogy hol lehet letölteni, ha nincs bent a disztribúciódba, és megnéztük, ahogy szoktuk és kellendő, hogy hol tudsz utána olvasgatni, hogyha valamire szükséged van, alapesetben semmi olyasmi nincs, amit kifejezetten utána kellene nézned vagy tanulni. A következő lépés természetesen az, hogy elindítod a programot grafikusan, ble, és kiírja nekünk, és elindul. Láthatóan, illetve nem biztos, hogy pontosan így látod te az alapbeállítást, az indítást. Előfordulhat, hogy egy kicsit más képet kapsz, de hát én már ezt használtam. Nézzük is meg, mit tud ez a program. Az első gondolat, végig megyünk az összes beállítási lehetőségen. Rákattintunk az első ikonra, megsemmisítendő mappák, és kijelölhetsz fájlokat, mappákat, amit te szeretnél megsemmisíteni. Ezeket azért gondold át, mert esetleg a családi fotókra ráengedett, ez visszaállíthatatlanul megsemmisíti az adott képet, vagy az egész mappát, ha úgy állítod be. A következő gondolat, van egy olyan, hogy szabad terület törlése. A szabad terület törlése azt jelenti, hogy az összes szabadnak újra felhasználása kijelölt fakkot, tárhelyet, ő bizony át fogja neked mosni, felülírja, azaz az törlésre kijelölt, de nem törölt fájlokat bizony eltünteti számodra. A méke csaf, ez pedig egy olyan, mint amikor láttál repülőgépeket,
amiket üldöz a másik repülőgép, és kiszor maga mögé egy csomó, akármilyen, azt hiszem alumínium, darabkákat, fóliát, meg egyebet, nem teljesen igaz ez, de hasonló gondolat, hogy a radart jól összezavarja. Ezt csinál a TEMP, meg megadott egyéb könyvtárba olyan fájlokat, amikkel jól lesznek a kukkoló emberkék, a kukkoló robotok, tehát egy kis álcázást fog neked tenni. Én nem használom, gyakorlatilag akinek érdekes, utána tud olvasni, beállítások törlése és kilépés iniciálod, tehát alaphelyzetbe hozod a beállításokat, itt tudod megadni, vagy ezzel a felülettel szintén megkapod beállítások, általános, rendszeresen keresen frissítéseket az internet segítségével. Én nem szoktam ezt beállítani, akinek kommerszebb, öregurasabb a disztribúciójának a frissítése, annak érdemes az interneten utána keresni. Én Arch Linuxot használok, természetesen ott napra kész, sok esetben nagyon-nagyon-nagyon gyorsan megkapjuk a leges-leges legújabb verziót, és amikor rendszerfrissítést lefuttattunk, akkor felfrissül ez a programocska is, lényegtelen tisztítók elrejtése, ami igazából lényegtelen mindenhol alkalmazandó a program szerint, azokat elrejti, azaz ebbe a listába nem lesznek benne. A kilépés tisztítás után számunkra egy olyan funkció, amit én beszoktam kapcsolni, hogyha grafikusan használom, azaz a tisztítás után kilép automatikusan, első esetben vedd ki előle a pipát, hogy végig tud nézni, hogy mit csinált, hogyan csinálta, egyértelműen meggyőződj arról, hogy rendesen lefutott, megerősítés törlés előtt jó lenne, ha bepipálnád, a méret megadása, hogy most 1024 byte, meg 1000 byte igazából nem érdekel, sötét mód, hát én a sötét módot kinézetben azt szeretem, és mutassa a hibakeresési üzeneteket, bocsi, nem érdekel, egyéni beállítás, ezek a helyek jelölhetőek ki törlésre, fájlokat és a mappákat hozzá tudsz adni törlése. Én bejelöltettem a trash-t, az egyik kukámat, hogy legyen szíves törölni, automatikusan, amikor a scriptem, mondtam, hogy én nem grafikus felülettel, hanem scriptesítve használom, amikor a script lefut, akkor ezt ki fogja törölni. Ide beteszed azokat a könyvtárakat, fájlokat, amiket mindig, mindenképp törölni szeretnél. Gyakorlatilag ez nagyon jó dolog, ha odafigyelsz. Ha a trash-t, azaz a kukát naponta ezzel a programmal teljesen kiüríteted, teljesen felüliratod, akkor a tegnap előtti állományt nem tudod visszaszerezni. Előfordul, hogy nem kívánod, hogy én tudom, hogy miért csinálom, de előfordulhat, hogy lesznek olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy a kukákat ők maguk szeretnék törölni. A mappát hozzáadsz, eltávolítasz, azt hiszem egyértelmű meghajtók. A meghajtók alatt válaszolj egy írható mappát minden egyes meghajtónak, amely felülírhatja szabad lemezterületet, azaz megadhatod azokat a mappákat, amiket felül szeretnél iratni, ezeket mindenképp meghajtóként itt be tudod szépen jelölgetni. A Chase, illetve a Temp mappákat automatikusan bejelölteti. Nyelvek, na hát most ide nagyon figyeljél, itt azokat a nyelveket tudod bejelöltetni, amiket nem szeretnél töröltetni, azaz nem a program nyelvét adod meg, hanem a kitisztítandó nyelvek elől kiveszed a pipát, lapoz végig, az angol nyelvű fájlok nekem köllenek, hiszen vannak olyan programok, amik csak angolul kommunikálnak velünk. A következő gondolat természetesen jó lenne, ha a magyart is meghagynád, hiszen a magyar nyelvű fájlokat nem kéne kitörölni, a többit meg azt jelölsz be, illetve jelölsz ki, hogyha fel vannak telepítve, amikre nincs szükség. A pipára nagyon figyelj, mert letörli a nyelvi beállításokat a magyart, akkor neked nem nagyon lesz nagyon jó, hanem igazából rám fogsz haragolni, miért adtam olyan hülye programot, ami eltünteti azt, ami neked kell. Hát bizony, itt kell beállítani nyelvi fájloknak a megmaradását. Fehér lista, nyilvánvalóan az egyéni törlendő könyvtárak, mappák, egyebek ellentéte.
ezek azok az elérési utak, ahol ő még véletlenül sem fog keresni törlendő fájlokat, véletlenül sem fog hozzányúlni, nyilvánvalóan megadhatod a dokumentum könyvtárakat, megadhatod azokat az állományokat, azokat az elérési utakat, hogy inkább pontosítsak, amiket te biztosan nem szeretnél törölni. Például, hogyha beállítod a kukák törlését automatára, akkor ő nem fog törölni, ha beállítasz egy olyan lemezen lévő kukát, amit te nem szeretnél törölni. Én egyiket sem állítottam be, nyilvánvalóan, hiszen mindent szeretnék töröltetni. Oké, ennyi. A következő gondolat, rengeteg beállítási lehetőséged van, nyilván végigmész, azaz, mindegy óvodás, aki az ujjain számol, hogy 1, 2, 3, végigmész minden beállításon, hogy mit töröljön, mibe keressen, és mit csináljon. Alapos vizsgálat, bepipálod az ilyen végű ideiglenes fájlokat törölje, igen, törölje. A biztonsági mentéseket törli, igen, például ezt, meg átmeneti fájlok törlése, biztonsági mentések, állományok, átmeneti fájlok. Törölni akarod? Igen vagy nem? Én nem tudom. Én azt tudom, hogy én mit akarok. Te tudhatsz, hogy mit akarsz. Én bizony bepipáltam. A rendszerselnek az előzményeit törölje? Igen, ne. Hát bizony, én bepipáltam. Bár én ZSH-t használok, de teljesen mindegy. Bélyek, képek, gyorsított árak, ezek a kis ikonkák, amikor fájkezelőben megjelennek a videóból egy kocka, hogy tud melyik, vagy a fájl előnézeti képe, ilyesmiket törölni. Ja persze, szeretném, hogyha majd köl úgyis létrehozza a rendszerem, hiszen azért jobb, hogyha kitörlöm. A Chrome Chromiumnak a beállítására nagyon figyelj, amiket szeretnél töröltetni, gyorsítottál, munkamenet, szinkronizált, sütik, a adatállományok össze kicsinyítése, hogy csúnyán mondjam, azok történjenek meg, szerintem. De ha csokikra, sütikre, inkább így mondják magyarul, a sütikre szükséged van, akkor bizony azokat megtarthatod, én ki szeretném törölni. Ami azért mindenképp figyelj, ide van írva, jelszavak. Azért, hogyha a Chrome Chromiumban nem szeretnéd kitöröltetni a jelszavaidat, akkor jó lenne, hogyha ezt nem pipálnád be, mert előferdülhet az, hogy bizony, neked kitörli a jelszavaidat, és annak a visszaszerzése egy kicsit macerás. Program, Firefox, tőzróka, jelszavakra figyelünk, szintén böngésző, a Chrome szintén figyelünk, ugyanaz a beállításokat én átmásolgattam, amiket ott használtam a Chromiumba, erre figyeljünk, oké? Gondoljuk át, a naplózásnak a beállításáról én már írtam egy cikket, akit érdekel, az legyen szíves elolvasni. Egy kicsit nagyobb lehetőségeink vannak az explicit, tehát a kézzel való beállogatásnál egy konfigurációs fájlt kell szerkeszteni, nem nagy dolog, de oda kell figyelni, mind az itteni ad hoc mindent töröljünk, és zsugorítsunk, és nagyon jó lesz nekünk. Beállításnál, tehát ezzel a naplófájlaidat tudod jócskán összehúzogatni, de ezt kézzel is pontosabban, szebben meg tudod tenni. Oké, kitérés volt. LibreOffice előzmények, gyorsítótár, törölje ki. Nyilván, hogyha LibreOffice-ba használod az előzményeket, hogy miket nyitogattál meg az elmúlt időszakban, és azokat valóban használod, nem kéne kitörölgettetni vele, de hogyha nem, vagy időnként szeretnéd, itt megteheted. Opera, ugyanaz, rendszer. A rendszernél nagyon-nagyon figyeljünk mindenre, kukák törlése be van jelölve. Ha olyan kukát szeretnél nem töröltetni, amit nem szeretnél töröltetni, akkor a fehér listába add meg, légy szíves, hogy ott azért ne kezdjen el mindent kiirtani. Lokalizáció, ez az az, amit az előbb mutogattam. Én igen, beállítottam, rákérdez, hogy valóban beállítottam-e, a magyar és az angol maradjon meg. Mert azokat szeretném, de ha nem állítod be, vagy esetleg kiveszed a magyar elől a pipát, eltűnnek a magyar beállítású programoknak a magyarítása is. Nem lenne jó. Ide leírja magyarul, tehát nem is mondhatjuk azt, hogy angolt kellene tudnunk nekünk ahhoz, hogy ezt megértsük. Leírja, hogy mit fog csinálni, amire kettő nagyon-nagyon figyelj.
Az első gondot, hogy a memóriát nem kéne töröltetni, 16 gigás memória van a gépbe, elég hosszú ideig törli a felesleget, tehát tisztítja ki. Gép újraindításnál nyilvánvalóan a memória az bizony ki fog ürülni, tehát gyakorlatilag én ezt nem szoktam kérni. Illetve a szabad lemezterület felülírása az egy hosszadalmas dolog, én ezt meg szoktam csináltatni a programmal, ha futtatom. Miért? Mert biztos, ami biztos, de azért eltarthat jó néhány tucat percig, ha lassabb a géped és nagy a tárhely. Nyilvánvalóan, hogyha van egy-két külső Winchestered 2-3-6 terabájtnyi anyaggal, az bizony eltarthat jócskán, azaz gondold át, hogy mikor futtatod, már jól lelassítja a gépedet, tehát ő dolgozni fog. Ő magához rendeli a erőforrásokat, és bizony teszi a dolgát, azaz ezeket nagyon át kell gondolni. Levelező jelszavakat lehetőleg ne töröltest ki, persze meg tudod újra adni. A torrent a transmissionnak a fájlaira nagyon figyelj, a statisztikákat, a tiltólistákat, hogyha nem akarod töröltetni, ne töröltesd, de amire én ki szeretnék térni, a torrent fájlok nagyon érdekes dolgok, mert a torrentek felkiáltású bepipálom, és aztán nekem jó lesz, azt a gondolatot hozza meg, hogy ő bizony mindent töröl, tehát az állományokat is, és a letöltési parancsfájl, tehát a torrent végű fájlokat is kitörli, nem, ő csak a torrent fájlt törli ki, tehát azt, amit te letöltöttél a szerverről, de nem azt, ami fájlokat letöltöttél. Azaz a film megmarad, csak a visszaosztással egyébbel lesz gondod. Természetesen ez igaz akármilyen torrent fájla is, tehát hogyha a kedvenc disztribúciód megosztásában is részt veszel, és mindenkinek javaslom, ha olyan a disztribúciója, ami relatív kicsi, és lassú a torrent letöltése, álljon már be a le- és feltöltésbe, egy kicsit osszuk vissza azokat az isókat, azokat az állományokat, amiket letöltögettünk, a disztribúciónk telepítési fájlairól beszéltem. Többieknél hasonlóképpen kell eljárni, mit kell megnézni, akarom-e töröltetni, és ide kiírt dolgokat megnézzük, elolvassuk, akárhova kattintasz, ki fogja írni, hogy mit szeretne ő tenni, mit jelent az adott szöveg, mi az, hogy átmeneti állományok, hát nyilván az átmeneti állományok törlése, a régi naplófájlok, a régi naplófájlok törlése, bár eléggé egyszerű és fapadosan írja le, és elég szüköcskén, de jó iránymutatást ad arra, hogy mit szeretne törölni. Hát utána mit teszünk? Kerestetünk, azaz elindítjuk a keresést. Ez eltart egy hosszabb ideig, attól függ, hogy mekkora az állomány, mit szeretnél töröltetni, bejelöltetted-e a memória és a szabad területnek a kisikálását, bizony lefut. Gyorsabban, lassabban, függ a memóriától is, hogy milyen gyorsan tudja a memóriába töltögetni az adatokat, meg azért egy SSD-n bizony gyorsabban, hát pedig egy régebbi HDD-n, azaz merevlemezen lassabban fog dolgozni, lefut, és kérje neked azt, hogy miket szeretne ő törölgetni, törlés, ez el tudod dönteni, hogy kell, vagy nem kell annak a törlése, azért szeretem először lefuttatni ezt, hogy megnézzem esetlegesen, hogy mit szeretnénk töröltetni. Ezek pitiánál picike kis beállítású fájloktól, akár komolyabb, például a Chase-ben lévő apt-get-nek az állományait is törölgeti, ha úgy van beállítva. Ez 3,81 GB, nem ennyi fog ám eltűnni, igazából, vagy eltüntetni, egy kicsit kevesen, mert rendszergazdai módba kéne futtatni ahhoz, hogy minden töröljön, és utána mit teszünk? Töröltetjük, vagy kilépünk az egész buliból? A törlésre kattintasz, és megkérdezi, biztos vagy benne te, hogy véglegesen törölni szeretnéd, mert ezután bizony, neked nehéz lesz visszaállítani. A másik, hogyha reggel futtatod a keresést, és este akarsz törölni, hát előfordulhat, hogy közben újabb fájlok keletkeztek, erre azért figyelni kell. Na hát nyilván mi felelősen átnéztük, és a delete gombbal elindítjuk, ugyanazt fogod ám látni, mint az előbb futnak a betűk, semmi izgi,
Hoppá, hoppá, piros, most vége van a világnak, pirosat mutat, és valami nagyon-nagyon rossz. Nem. Egyszerűen én rendszergazdaként ritkábban futtatom, és bizony előfordul az, hogy vannak olyan állományok, beállítási fájlok, naplófájlok, amiket sima userként, azaz sima mezei felhasználóként nem fog engedélyezni neked törölni. Én bizony ezt szoktam első körben megtenni, majd időnként, amikor van kedvem, rendszergazdaként is lefuttatom, és utána ezeket az állományokat törli. A hibák 50.872 hiba. Úgy tűnik, mintha ez olyan rossz program lenne, nem. A rendszerállományok egy része védett, azaz csak rendszergazdaként tudom törölni, azokat majd egy külön menetbe törlöm, a rendszergazdaként fogok belépni, és így lehet látni, hogy felszabadított terület 1,47 gigabyte, azaz azért szépen elmarad az előbb elgondolt mennyiségtől, ezekhez fért hozzá, mint sima felhasználó. Rendszergazdaként 10-szeres gondolattal, 10-szeres odafigyeléssel kell ezt a programot futtatni, hiszen beállíthatsz vele olyan törlendő könyvtárakat is, ami a rendszer tönkreteszi, de nyilvánvalóan ezt kézzel állítod be. Amúgy nem szokott ezzel probléma lenni, minden olyan fájt megtart, amire szükség van, és minden olyan fájt, amit te engedélyzel neki a listából, ki fog törölni. Azaz át kell gondolni. Bonyolult volt? Nem. Szerintem túl is beszéltem. Egyszerűen beállítod, megnézed azokat a kijelölendő fájlokat, amiket te a programon kívül szeretnél törölni, azokat a könyvtárokat, amiket szeretnél törölni, megnézed azt, amiket éppen biztos, hogy oda ne nyúljon bele könyvtárak, és ezeket megadod neki. Utána meg végigmész a listán, bizony bejelölgeted, ami számodra igen, és nem jelölgeted be, ami számodra nem szükséges. Ennyi. A következő lépés az legyen, hogy megnézzük, hogyan működik. Ez a kis programocska parancsorból megnyitsz egy terminált, beütött, hogy Blackbeach kötőjel H. Lehívjuk a helpet, nem egy nagy dolog, igaz? Help. Első gondolat, hogy a H-val a helpet kapod meg. Ugyanezt nem túl izgi. L. Takarítók listázása, alapbeállítású takarítási metódusok, ezeket le tudod hívni, hát nézzük is meg, hogyan lehet, mik ezek. L leírja például, amiket szeretnél törölni. Itt keresünk egy olyat, ami érdekes lehet, OpenOffice Chase-t tudod törölni. Ugyanezeket be tudod pipálni az adott programba is, tehát ezek ugyanazok, csak éppen itt nem grafikusan, hanem explicit kézzel kell beírni, és hogyha csak annyit szeretnél ettől a programtól, hogy az OpenOffice-nak a múltbéli felhasznált utolsó fájlokat szeretnél törölni, tehát abban a listában, amiben az elmúlt megnyitott fájlok vannak, szeretnéd törölni, akkor azt meg tudod neki adni. Menjünk vissza a helphez. Hogyan? Úgy, hogy megadod a program nevét, őt, és a C kapcsolóval megadod, hogy clean, tehát tisztító, és azt az előbb látod, szövegecskét bemásolod, és utána az OpenOffice-nak, LibreOffice-nak kitörli az elmúlt időszakban lévő megnyitott fájlok listáját. A adott fájlok és mappák megsemmisítése, azaz megadod a nevét, S kapcsoló és egy elérési utat, ami a kitörlendő, véglegesen kitörlendő fájloknak a elérési útja, vagy a könyvtárnak az elérési útja. Ezt megteheted tehát egy scriptbe is, ha vannak olyan könyvtáraid, vannak olyan fájlok, amiket rendszeresen takarítani szeretnél, akkor egyértelműen parancsorból is meg tudod tenni, el tudod indítani egy rendszerinformációs gondolattal, kiír egy-két adatot érdektelen, előnézed, tekintse meg a törlendő fájlokat és más változtatásokat, ugyanaz, mint az előbb lefutott, csak terminálba van, és itt van a V kapcsoló, amit érdemes úgy futtatni, hogy olyan időszakban, amikor te nem használod a gépet, azaz ez ugyanazt csinálja, amit a grafikus felületen mutogatáskor azt mondtam, hogy ez be nem jelölöm, mert hosszú idő. Azaz kényelmesen megadhatod a
cronba, vagy időzítődbe, amit éppen használsz, hogy Bleach kötőjel W, és az összes szabad területet kitisztítja számodra, úgy mondjuk éjjel, amikor te nem használod a gépen, nagyon használatos. És a fájlok felírása a tartalom elrejtéséhez, ez bizony egy olyan funkció, amikor a fájl megmarad, de felülírja a tartalmat, úgyhogy bizony azt más nem fogja tudni olvasni, hiszen a tartalmát kitörli. Ennyi nehéz. Szerintem nem. Tudod futtatni grafikusan, bepipálod azt, amit szeretnél, futtatod akár sima felhasználóként, akkor csak a saját dolgaidhoz férsz hozzá, vagy pedig rendszergazdaként is tudod indítani, akkor természetesen a rendszergazdai műveleteket, azokat a fájlokat, amihez nem tudsz te hozzáférni sima felhasználóként, ki tudod törölni. Én azt mondom, hogy kísérletezés gyakorlásként nyilvánvalóan nem rendszergazdaként kéne futtatni, ha valakinek pedig olyan kedve van, hogy ír egy szkriptet arra, hogy az összes szabad területet legyen szíves, meg pár könyvtárat legyen szíves eltüntetgetni, éjfélkor azt is simán meg tudja tenni, nem kell a grafikus felülethez nyúlni, nagyon jól beállítgatható, nagyon jól használható programocska, azaz mindenkinek jó szívvel ajánlom, egyrészt töröl, másrészt pedig eltünteti azokat a szemeteket, ott maradt fájlokat, kukatartalmat, ideiglenes fájlokat, amiket a programok elég slendrián mód nem tüntetnek el, vagy a programokban egyesével kéne különböző helyeken ezeket a eltüntetéseket, törléseket megtenni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek azt kívánom, hogy gondolja át egyrészt az adatvédelmet, másrészt pedig a gépünk karbantartását, tisztán tartását, hiszen tárhelyet tudunk felszabadítani, illetve kényes, kevésbé kényes, egyáltalán érdektelen, de kitörölt fájlok adatait teljesen el tudjuk ezzel tüntetni. Köszi szépen, sziasztok!